Az árvíz tározó töltésén aszfaltburkolatú utat alakítanak ki, ami majd a kerékpáros és gyalogos turista forgalom fellendítését szolgálja, közel 60 km hosszan. A nagy műtárgy mellett a belvíz csatornákon 25 kisebb zsilipet építettek. A tározó befogadó képessége 58 millió köbméter, a legnagyobb műtárgy a 6 zsilipes beeresztő kapu 600 és 1000 köbméter közötti vizet képes másodpercenként az ártérre engedni. Ez a beruházás egy komplex beruházás, mi úgy hívjuk, tehát nem csupán egy tározó épül, hanem ezzel együtt a Beregnek a belvízrendszere is megújul. Ez azt jelenti, hogy amikor a tározót feltöltjük, majd vissza lehet engedni a Tiszába a vizet, akkor egyrészt a Ján térségében épülő úgynevezett leürítő műtárgyon keresztül történhet ez, de történhet északi irányba is, a meglévő belvíz hálózaton keresztül. A Beregi térség magyarországi részén 19 településnek jelent nagyobb biztonságot a víztározó megépítése. A Cigándi és a Szamos-Krasznaközi tározóval együttműködve képesek lesznek a szakemberek a Tisza vízszintjét, akár Szegednél is 1 méterrel csökkenteni. Én 2001-ben részese voltam az árvízi védekezésnek, akkor tényleg elmondhatom, hogy keményen zsákoltunk az akkori gáton. Bizonyos biztonságérzetet ad az, hogy megépül ez a tározó, mert körülbelül 60-80 centi vízszint csökkenést fog okozni, és ez nem csak a Tivadarnak, illetve a Beregi térségnek, hanem a Tisza vonalán okozhat biztonságérzetet az embereknek. A Beregi fejlesztés szorosan kapcsolódik az ukrán árvízvédelmi programhoz, biztosítva ezzel a régiós szintű együttműködést.